Szia! Egy igazán egyszerűen és gyorsan megsüthető, olcsó ételt mutatok be, ez pedig az angol eredetű Toddin's Hole. A nevével ellentétben nincs benne béka, ezt már így az elején szeretném tisztázni. Tarts velem, és nézzük meg, hogyan is készül. A Toddin's Hole alapvetően két részből tevődik össze, méghozzá jóféle kolbász és e köré sütött tészta, amit angolul Yorkshire puddingnak hívnak. A kolbász fajtája nyilván az étel angol eredete miatt angol sütőkolbász, viszont én szeretem ezt változatossá tenni, méghozzá úgy, hogy az itt praktikusan beszerezhető, a debreceni kolbászhoz legjobban hasonlítható, kissé fűszeres, tömör, ízletes lengyel kolbásszal, vagy a magyar főzőkolbász jellegével közel megegyező, de annál tartalmasabb és kevésbé szétfővő kolbásszal, valamint a szafaládéra hajazó vastag, virsli-szerű kolbásszal szoktam még ezt elkészíteni. Mindegyik jó választás lehet. A kolbász kisülő zsírját majd kiegészítjük némi hozzáadott disznózsírral, hiszen ez technikailag fontos a Yorkshire puding sütéséhez. A Yorkshire puding tésztája pedig áll többek között lisztből, tejből, a tejet kiegészítő vízből. De lehet csak tejjel is készíteni. Egész tojást is teszünk majd a tészta masszájába. Érdekes, hogy a különféle receptek elég nagy szórást mutatnak a tojás darabszámát illetően. Én 4 darabot ütök bele. Az elkészült ételt illatosítani fogjuk egy kis kakukkfűvel, de ez elhagyható. A Yorkshire puding tésztáját elkészítjük, amihez gyakorlatilag semmi más nem kell tennünk, mint a hozzávalóit alaposan elvegyítjük. A hozzáadási sorrend tetszőleges, és itt is nagy a variációk száma. Pontosan ezért én nem hangsúlyoznám ennek fontosságát, de mégis a rend kedvéért először a tojásokat ütöm fel, amit habosra berek fel alaposan, majd ebbe jönnek a folyékony elemek, amit szintén elkeverek, és legvégül következik a liszt, amit két részletben adagolok, hogy könnyebben lehessen csomómentesen elkeverni. Ami viszont a jó, azaz a könnyed, magasra feltüremkedő, ám mégis alaposan sült Yorkshire puding állag eléréséhez fontos tudni, hogy alapos tészta kidolgozásra van szükség, ami erősen igényli a habverő használatát. A tészta legyen pihentetve minimum 1-2 órát a hűtőben, de jelen esetben egy egész éjszakát csücsül a hidegen, a nagy sütési napra várva. Valamint nagy hőfokon a sütőedényt a zsíradékkal előmelegítve kell megkezdeni a sütést. Erről majd még később lesz szó. Fontos, hogy a tésztamassza nem tartalmaz élesztőt, se sütőport, de még csak szódavizet sem használtunk lazításra. Legyen körülbelül tejszínsűrűségű, szóval sűrű, mint a hagyományos palacsinta tészta. Legalábbis én ennél hígabb keveréket használok palacsintához. Ha eddig eljutottunk, akkor mehet a hűtőbe pihenni. Másnap még van némi előkészíteni valónk sütés előtt. Először tanácsos a sütőt beízítani a munkához. Alsó-felső sütési mód, 190 fok Celsius elég lesz ehhez az első sütési fázishoz. Korábban említettem, hogy további hozzáadott zsírra lesz szükségünk, ez már most mehet a tepsibe. Igazság szerint ebből lehet, hogy ennél kicsivel több kellene, de én inkább az óriási felfújódásból áldozok fel a zsírosság csökkentésének oltárán. Vagyis nem elképesztően nagyon nő meg a tészta, azért így is igen látványos lesz, és nem lesz túlzottan zsíros. Javaslom, kísérletezd ki az ízlésed szerinti kombinációt. A beszerzett kolbász beírdalása következik, amit akár el is lehet hagyni. Így jobban kisül a tepsibe a kolbász zsírja, ami egy picit ragadósabbá, de pecsenyésebbé is teszi majd a tészta sütőzsírját, amivel ugyan jobban fog a készre sütött tészta ragaszkodni az edényhez a sütés végén, cserébe viszont nagyon finom ízesítést ad át neki. Tehát én írdalok. Ez idő alatt hadd mondjam el, hogy az étel igazából a szegényebb réteg és a munkások eledele kategóriából tölt fel szépen lassan, hiszen eleinte egyszerűsége okán nem tartották számon, mint jellegzetes brit fogást. Továbbá az is valószínűsíthető, hogy jellemzően valami dirib darab húsfélét sütöttek össze a mindenki által elérhető és olcsó, kedvelt Yorkshire pudinggal. Majd később a 19. században egy hétköznapi hozzávalóval, azaz kolbásszal készülő, a fáradtságos munka után keveset igénylő előkészítéssel, egyszerűsítési technológiával lett népszerű és helyeződött át a megvetettek polcáról egy magasabb szintre. Ami nagyon érdekes, hogy a neve az ételnek lefordítva nem jelent mást, mint varangyalyukban, ami hát egyet biztosan elérhet, hogy viszolygás keltsen abban, aki még nem kóstolta. Békát a források alapján nagy valószínűséggel nem tartalmazott soha.
Viszont ami mégis némi magyarázatot adhat a jelenségre, hogy a készétel látványa sugallhatja azt, minthogyha a tésztában lyukak lennének, és ezekben kifelé figyelve, némi képzavarral élve, sasolnak ki a varangyok. Eléggé erőltetetten bemagyarázó, de valami ilyesmit rebesgettek a régi leírások. Visszatérve az ételre, a kolbászok beírása megtörtént, a sütő kívánt hőfokon van. A kolbász típusától és a saját ízlésünk függvényében süssük elő azt. A tésztának nagyjából 20-25 percre lesz szüksége, így ezzel kalkuláljunk a kolbász sütés idejének meghatározásához, hogy az a végére ne száradjon ki, vagy ne süljön túl. Így ez a debreceni formájú 20 percet fog előzetesen sülni. Először 10 percre helyezem a sütőbe a kolbászt, az egyik oldalt megsütve. Érdekesség, hogy eleve abban a tepsiben, vagy bármilyen sütőben használható sütőedényben sütöm a kolbászokat, ami majd a készre sütésre is szolgál. 10 perc után forgatok a kolbászon, és mehet újabb 10 percre vissza a sütőbe. Amikor a második 10 perc letelt, a sütés egy trükkös részéhez értünk el. Ez azt jelenti, hogy a tepsit a benne levő kolbásszal, de legfőképpen a zsiradékkal együtt 220 fok Celsiusra hevítjük. Amíg a sütő felmelegszik, és ez szerencsés esetben pár perc, vegyük ki a hűtőből a jogsírpuding tésztakeveréket, és miután az éjszakai állásban egymástól szeparálódtak a hozzávalói, hát ismét homogén állagúra keverjük. Megemlítem, hogy az ételt napjainkban szokás egyfajta hagymaszósszal tálalni, fogyasztani, és ezt a mártást érdemes a sütési időben elkezdeni, készíteni. Vagyis a hagymát megpucoljuk, majd azt karamellizáljuk, és mártássá foglaljuk egyéb más hozzávalókkal. Ezen film most ezzel nem foglalkozik, hiszen ennek az elkészítését a Big Spoon csatornán található sült kolbász, krumplipüré, karamellizált hagymamártás című filmben láthatod. Eközben a sütőben uralkodó hőmérséklet elérte a kívánt szintet, így a tepsit kivesszük onnan, és amilyen gyorsan lehet, a tésztát belöntjük a forró tepsibe. Itt lényeges dolog történik a siker érdekében, azaz forró zsiradék találkozik a hűtőhideg tésztával. Ha nem elég forró a zsiradék, vagy már felmelegedett a tészta, úgy a végeredmény nem lesz tökéletes. Ezért nem is tétlenkedünk, ahogy a kolbászokat elrendeztük, a tészta a tepsiben, már is mehet vissza a sütőbe készre sülni. Fontos, hogy a sütés első 20 percében semmi esetre se nyissuk ki a sütőajtót, de utána is az ablakán keresztül célszerű vizsgálni az aktuális sülési állapotot. Igény és ízlés szerint süssük világos barnára a tésztát, ami látványosan meg is emelkedik. Természetesen, ha kivettük a sütőből az ételt, picit össze fog esni, de ez nem von le az érvezeti értékéből. Kivarázsoltam egy adagot a tepsiből, kakukkhűvel díszítettem, majd az érdekesség kedvéért egy itteni grévinek nevezett mártással leöntöttem. Ezt így lehet magában fogyasztani, de jellemző köretet is adni hozzá, úgy mint a párolt zöldségek, elsősorban zöldborsó, de jóvel a krumplipüré is. Ha elkészíted, jó ételt hozzá, találkozunk a következő filmben is. Szia!